Elkezdődött az aláírásgyűjtés Győrben, ahol Borkai Zsolt lemondása miatt januárban polgármestert választanak. A sajtóban megjelent hírek szerint négyen indulnának. A magyar nemzet információi szerint nem véletlen, hogy az ellenzéki pártok októberrel ellentétben ezúttal nem DK-s jelöltel próbálkoznak, ugyanis több szálon is kötődhet Gyurcsány Ferenc pártja a Győri zsarolási ügyhöz. Két hónappal az önkormányzati választás után Győrben ismét aláírásgyűjtés kezdődött. A városban újra polgármestert választanak, miután Borkai Zsolt lemondott a városvezetői címről. A Fidesz most Dézsi Csaba András kardiológus főorvost indítja. De az ellenzéki pártok is jelöltet cseréltek. A DK-s Glázer tíme a helyett ezúttal az MSP helyi elnökét Porrejsz Balást választotta a Győri ellenzék közös jelöltnek. Bár a DK-s tíme a egészségügyi problémákra hivatkozva lépett vissza, a magyar nemzet úgy tudja, valójában arról lehet szó, hogy a politikus és pártja a DK kényelmetlenné vált az ellenzéki összefogás többi tagjának. A háttérben a borkai ügy állhat, amely a magyar nemzet szerint lejárató kampányból súlyos büntetőügyé, példátlan politikai zsarolássá nőtte ki magát. A zsarolási ügy egyik érintettje a DK-s Glázer tíme a testvére, aki Pócik József egykori focista csapattársa volt. Pócik József szintén felbukkant a borkai ügyben. Őt azzal gyanúsítják, hogy megzsarolt a borkai zsoltot a felvételekkel. Öt vagy hat darab fotó. Egy hotelba kellett elmennem. Pócik József korábban elismerte, hogy a felvételek miatt valóban találkozott a volt polgármesterrel, a zsarolást viszont tagadta. Csak hogy közben nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amely szerint a DK volt képviselőjelöltje 10 millió forintot követelhetett Borkai Zsoltéktól a felvételekért. Sajtóhírek szerint az ördög ügyvédje is a DK-hoz köthető. A szállak állítólag Gyurcsány Ferenc ügyvédjéhez a költségvetési csalással is vádolt Ceglidi Csabához vezethetnek. Rendkívül büszke lennék rá, hogyha közöbb lenne hozzá, ezt tudom nyilatkozni az ügyben. Miközben Ceglidi Csaba tagad egyre több olyan ciklát napvilágot, amely alapján arra lehet következtetni, hogy Ceglidi Csaba és a borkai botrányt kirobbantó ördög ugyanaz a személy. A pesti srácok szerint Ceglidi Csaba igen jó kapcsolatot ápol azzal a horvát Csabával, aki kifizette az ördögügyvédje Facebook posztjainak népszerűsítését, és aki nem csak a győri, hanem a szombathelyi Fideszes jelölt ellen is lejárató kampányt indított. A választás éjszakáján Ceglidi Csaba vele ünnepelte a baloldal szombathelyi győzelmét. Legutóbb pedig a Mandiner írt arról, hogy feltűnően sok a hasonlóság Ceglidi Csaba és az ördög ügyvédjének nyelvhasználata között. Például az ikességeket mindketten kizárólag egyes szám első személyben helytelenül használják. Ugyanúgy fordítva használják a bort és vizet prédikál kifejezést, és mindketten gyakran élnek olyan viszonylag ritkán használt szófordulatokkal és kifejezésekkel, mint például a jobb sorsra érdemes, az így mulatai egy magyarúr, a pincsi kutya, a golyófogó és a győri polip. Ráadásul mindketten kedvelik a régi és a mindennapi nyelvhasználatból kikopott mihest szót is.